Tágas tér, erkély, napfény, központ, West End, Lehel csarnok, metró, garázs a központban. Ha erre vágysz, tarts velem! Belépsz a lakásba, azonnal ez a hatalmas, tágas tér fogad. A nappali központi helységként funkcionál a lakásban, ugyanis minden helység innen nyílik. Az elrendezés előnye, hogy a konyha külön helységben található, mégis egy légtérben van a nappalival. Ezáltal miközben főzöl, a társalgás része se tudsz maradni. Ráadásul ablakos, világos, nagyon jó hangulatú. A lakásnak két nagyméretű hálószobája van. Remélem olyan bátor vagy, mint a tulajdonos, és egy rendkívül living szint választott. De ettől kérlek ne ijedj meg, hiszen bármikor át tudod festeni a saját ízlésvilágodnak megfelelően. Ami még rendkívül előnyös, hogy ennek a szobának van egy gardószobája is. Ezt most nem mutatom meg neked, mert most telepakoltuk minden földi jóval, de ígérem, hogy ha eljössz, ezt is megmutatom. Egy ingatlan értékét jelentősen befolyásolja, milyen adottságú. Általában a saroklakások többet érnek, hiszen több irányból tud bejönni a fény. Készülj fel a fényárodatra, annyira világos ez a szoba. Ó, már itt is vagytok? Akkor sem megmutatom a fürdőt, amely igényes, tágas, rendelkezik ablakkal, ami nagyon jó, hiszen így könnyen tudod szellőztetni. Egy belvárosi ingatlannál hatalmas kincs az erkély, még akkor is, hogyha nem szokványos formájú és nem olyan nagy. De itt is le lehet ülni, beszélgetni, inni egy jó pohár bort és élvezni a másik ember társaságát. Ingatlan vásárlásakor rendkívül fontos a környék, hiszen ezen nem fogsz tudni később változtatni. Ami ennek az ingatlannak a nagy előnye, hogy a környezete rendkívül jól kiépült. Itt van a West End, itt van a Lehel csarnok, itt van kettő percnyire a metró, és egy dinamikusan, gyorsan fejlődő környéken található, ahol jelen pillanatban számos építkezés zajlik, nem közvetlenül a ház mellett, ezért várhatóan az értéke emelkedni fog. Az ókori fáraóknak nem számított a pénz. Számukra az volt a fontos, hogy minél magasabb, minél hatalmasabb piramist tudjanak építeni, ugyanis ez szimbolizálta a hatalmukat. Manapság azonban a világ megváltozott. Inkább jó árérték arányban szeretnénk lakást vásárolni. Miért gondolom azt, hogy ez egy jó vételi lehetőség? Azért, mert a környéken lévő hasonló típusú ingatlanok 30%-kal drágábbak. Azért azt gondolom, érdemes lecsapnod erre a lehetőségre. Köszönöm, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban.